Így jó? Így jó. Bonyhádon mindenki talál magának való kikapcsolódási lehetőséget, marhahúsból készült ételek főzőversenyére lehet nevezni, gulyást és nyáson sült ökröt lehet kóstolni. A kétnapos Tarka Marha Fesztiválon több színpadi és családi programból válogathatnak a résztvevők. A móri származású Gárdai Ferenc ez alkalommal a 282. és 283. ökrét sütötte. Az előkészületek abból állnak, hogy mikor idejövünk, akkor ide hozzák az állatot, mi az állványokat felállítjuk, és akkor egy pár segéddel rá tudjuk tenni az állványra az ökröt, és utána bepácoljuk és befóliázzuk, és 12 órán keresztül sütjük minimum. Több asztalnál is kígyóztak a sorok, arra várva, hogy kiszolgálják őket és megkóstolják a nyáson sült ökröt. Sokan ételhordokba vittek haza a családtagjaiknak, akik nem tudtak kilátogatni a pénteki napra. Több mint 10 éve kettőt sütögetünk, mert egy kevésnek bizonyul, és hát a második is el szokott fogyni röptébe. Az ökör mellett marhából készült gulyáslevest is kóstolhattak a részvevők, amelyből 100-nál is több adagot adtak el. Mint minden évben az idén is, igen. De még várjuk még a jelentkezőket, mert még hál' Isten tele van a kondér, és amíg az ki nem fogy, addig mi itt állunk és árulunk. Igazi hagyományos magyar recept szerint pörkölt alappal készült a marhagulyás. Tulajdonképpen már jó pár éve itt vagyunk a rendezvényen, de az idei év az első, amikor mi főztük a gulyás, marhagulyás levest a felkérésre. Közel 400 adag gulyás levest készítettünk. 100 kiló húsból készült, és közel 50 kiló burgonya került bele. Az ételek mellett a szakmai programokat is nagy érdeklődéssel fogadták a helyiek és a környező falvakból érkező résztvevők. Konkrétan voltam az előadáson megnézni, meg hát itt körülnézni a városba. Tavaly voltunk a férjemmel. A gasztronómia kedvelői szombaton is találnak kóstolni valót, hiszen 5 órától szeletelik fel a Bonyhád és Vernau 30 éves születésnapi tortáját.